egy olyan eredményt látunk kirajzolódni, hogy egy ilyen zöld, városközeli, természetközeli, tehát egy abszolút ideillő, egy abszolút a helyhez passzoló, abszolút Csekszárd jellegzetességeihez passzoló dolog valósuljon meg. Egy 2000 főt elérő közvéleménykutatás eredményét ismertette az ötletgazda Máté István. Megítélése szerint a Kálvária kilátóját jelen állapotában már régen túlhaladta a kor, és ideje lenne korszerűsíteni. Az ötletet felkarolta a Szekszárdi Önkormányzat mellett működő gazdasági tanácsadótestület is, akik egy ötletpályázat kiírása mellett döntöttek. Ez szeptember 3. hetében lesz a mi eredményhirdetésünk. Ha minden jól megy, jövő tavasszal, nyár elején befejeződhet a tervezési tender, ami már hivatalos, és hát elméletileg jövő ősszel ki lehet írni egy kivitelezési tendert. Én nagyon örülnék, hogyha 2 év múlva legalább az első ütem, második ütem elkészülne. Időközben a világhálóra kikerült néhány elképzelés, amely heves vitákat váltott ki. A tervet elkészítő Imre Péter szobrász azt mondja, a legfontosabb kérdés, hogy megmaradhat-e jelen állapotában a kilátó szobra, amelyre komoly statikai vizsgálatokat kell majd végeztetni. Mai napig beázik, tehát ilyen szél és eső, meg hőmérséklet külön ingadozás terhelése mellett én nem gondolok neki többet, mint egy néhány év, és még nehogy Isten valami nagyobb baleset is történhet belőle. Tehát mindenképpen szét kell szedni, és hogyha restaurálni akarják, akkor újra az elejétől fogva új anyagokkal visszaállítani, rekonstruálni. Ez egy őrületes költség, én szerintem. A kiírók most terveket várnak a Kálvária kilátó átépítésére, melyben megjelenik a válasz arra az igényre, amely a kérdőív alapján kirajzolódott. Ugyanakkor koncepciót állít fel a szobor átépítésére vagy megvédésére és a környezet kialakítására.